Április 22-től 24-ig 3 napon keresztül lesz lehetőség a gyerekek beiratására az óvodákba. Mindhárom napon reggel 8 és délután 5 óra között várják majd a szülőket az intézményekben. Jogszabály szerint szeptember 1-től legalább napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan gyermek, aki 2024. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Ezen túlmenően kérik a szülőket, hogy azon gyermekek esetében is jelezzék felvételi igényüket a körzetes vagy választott óvodánál, aki 2024. szeptember 1-e és 2025. február 28-a között töltik be a 3. életévüket. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolványt és a lakcímkártyát, valamint a szülő személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját is. A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt május közepéig. A döntés ellen azonban a szülők felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be Székesfehérvár jegyzőjéhez. Arról, hogy a beiratkozás időpontjai az egyes fehérvári intézményekben milyen módon és pontosan mikor történnek majd, arról mindenki a város honlapján talál bővebb információt, mint ahogy arról is, ki melyik óvoda felvételi körzetéhez tartozik lakcíme alapján.